Köszöntöm a Közéleti Magazin nézőit. Szekszárd Felsőoktatási Intézményének korábbi névadójáról, I.S. Gyuláról emlékeztek meg a mai kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karon. Az I.S. napon volt rendhagyó irodalomóra, hallgatók által készített versfilmek, hagyományos koszorúzás és interaktív kiállítás is. Nézz szemébe, nézz fel a határnál, akarod vagy nem, ez a hazád már. Köszönsd a Vén Mári néni szépen, gyermekkorod ott szúrnyad szívében. Tűzd a borzas Béni bácsi bajszát, akkor ők az öregséget munkál. Legyen kedves! Mi csak érdekesség. Múltam, jövő, minden csizmás vendég. Körben a rajt katárarcú gyermek, gyermekeim is ilyenek lesznek. A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karán az intézmény korábbi névadójáról, I.S. Gyuláról megemlékezve I.S. napot rendeztek. A rendezvény arra volt hivatott rávilágítani, hogy az egykori költő-író életműve ma is tovább él a térségben. Szerettük volna azt megmutatni, hogy I.S. Gyula nem csak a múltban vagy az elmúlt évtizedekben jelentett sokat, hanem a mai napig nagyon sokat jelent a mai nagy közönség számára is, és ez különösen fontos itt Szekszárdon, Tolna megyében. Hogy miként lehet hozzányúlni az elmúlt század számunkra egyik legkiemelkedőbb alakjának hagyatékához, azt egy korábban meghirdetett versfilmpályázatra beérkezett pályaművek rendkívül jól bemutatták. A hallgatók által készített videók a zsűri szerint, bár amatőr alkotások, rendkívül ötletesek és kreatívak, így az első három helyezésen kívül egy külön díjat is kiosztottak. A díjazottak között szerepelt egy Horvátországból érkezett külföldi hallgató versfilmje is, bár a lány még csak összesen néhány hete tanul magyarul. Csukri felsére nyíltó elcsitó, tanítál rá már engem is magyarul. Morogató, hab fogait felfedi, a dugott szel visszafele tereli. A nem hagyományos programhoz tartozott egy rendhagyó irodalomóra is, mely a Hol szabadság van, ott szabadság van, I.S. Gyula és Márton László címet viselte. A rendhagyó irodalomóra egyrészt az egymondatos arnokságról című I.S. Gyula versről szólt, másrészt ennek a versnek a későbbi és főleg ilyen rendszerváltás utáni átiratairól. Nagyjából az lett volna a cél, hogy bemutassam, hogy hogyan lehet ma értelmezni az egymondatos arnokságról, illetve hogy ami ennek a versnek kapcsán I.S. Gyulából fennmaradt és érvényes, azt valamilyen szinten fel tudjam mutatni. A sokat emlegetett verset például a Koszorú című interaktív kiállítást életre hívó környezetkultúra szakos hallgatók és oktatóik is felhasználták. A nem rövid költeményt ezúttal azonban csak körbe-körbe sétálás közben lehetett végigolvasni. Hogy tényleg hétszer körbe kell menni az olvasónak, hogyha végig akarja olvasni és értelmezni a verset, hétszer körbe kell menni ezen a hatszögletű paraván installáción, és közben így kap egy ilyen, ezzel a meneteléssel talán még más pozícióba kerül, mert ahogy olvasunk és közben menetelünk, megyünk, más lesz a viszonyunk, tehát hogy a tér használat, és ez nagyon fontos a mi képzésünknél, hogy a térnek az értelmezése, tehát hogy a környezetkultúra szaknál hogyan tudjuk másként értelmezni a teret, és tulajdonképpen a hallgatóknak ez azért is volt remek lehetőség, és nagyon jó volt velük együtt dolgozni, mert ezt így mind megélhették, hogy hogyan alakul a térrendezés, téralakítás, és a verseket, egy művet, egy ilyen tematikát, mint az I.S. életmű, hogyan lehet kiállítani. De a tárlat attól is interaktív volt, hogy a közösségi oldal bejegyzésekként kiállított művekhez akár hozzászólásokat is lehetett írni. Az interdisziplináris művészetek kurzuson belül csináltuk meg ezt a kiállítást. Én ezt a belső részt csináltam. Kihívás volt összehozni ezeket a verseket az új Facebookos felületekkel, a színt megtalálni hozzá, és a betűtípusokat kikeresni. Az én életemből kimaradt eddig I.S. Gyula és a költészete.
most olvastam tőle ezeket a verseket. És... Az íjes nap során a hagyományokhoz híven megyei és városi intézmények képviselői megkoszorúzták az épület előtt álló íjes szobrot is. 26%-kal kevesebb pénz jutna mezőgazdasági fejlesztésekre a következő 6 éves uniós ciklusban, ha az Európai Parlament elfogadná a brüsszeli bürokraták mostani költségvetési tervét, ezt mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Szekszárdon. Feldman Zsolt szerint a magyar mezőgazdaság az elmúlt időszakban Európa egyik leggyorsabban fejlődő ágazata lett. Országosan már több mint 150 ezeren, Tolna megyében pedig már több mint 6 ezeren írták alá azt a petíciót, ami a magyar gazdák érdekeit védeni a következő 2021-2026-os uniós költségvetési tárgyalások során. 2018-ban már 2700 milliárd forint fölé nőtt az a termelés, amelyet a magyar mező- és élmiszergazdaság produkált, amely az egyik leggyorsabban növekvő teljesítmény volt az elmúlt években az Európai Unió egészét tekintve. Számunkra ez is egy fontos szám, de a legfontosabb, hogy a gazdálkodók milyen jövedelemhez jutnak, javul-e a jövedelmezőség, javul-e az a kilátás, hogy megéri-e a mezőgazdaságban dolgozni, és örömtelen, hogy összességében azt látjuk, hogy a gazdálkodók jövedelme, az ő ügyességüknek, szolgalmuknak és a kormányzati gazdaságpolitikának együttes hatására növekedni tudott. Nézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a 2018-as évben közvetlen jövedelempótló támogatás formájában 18 milliárd forintnyi forrás érkezett a megyébe, és a fejlesztések esetében pedig csak a beruházások tekintetében ilyen volumen és ilyen nagyságrendű forrás került megítélésre. Ezeknek a forrásoknak a tényleges csökkenését, több száz gazdálkodó fejlesztéseit és több ezer Tolna megyei gazdálkodó jövedelmének csökkenését jelenteni a bizottság javaslatának az elfogadása, és az, hogyha az európai parlamenti választásokon nem sikerül egy vidék és gazdabarát politikai felállást elérnünk. A térség országgyűlési képviselői ezért is tartják fontosnak, hogy fórumokat szervezzenek, ahol Brüsszel terveiről tájékoztatják a mezőgazdászokat. Horváth István, a szekszárdi választókerület parlamenti képviselője azt mondja, a mezőgazdaságra fordítható uniós forrásokra nem támogatásként érdemes tekinteni, hanem olyan pénzekre, amik igenis járnak a termelőknek. Rendszerváltás után Magyarországon teljes egészében privatizálták ugye a feldolgozóipart, és ugye a feldolgozóipar volt a szívóreje a mezőgazdasági termelőknek, ami nem csak a klasszikus alapanyag termelésre gondolok, tehát a búza, a kukorica, a napraforgalom, mondjuk a kertészet, az állattenyésztés, illetve az állattenyésztéssel kapcsolatos, mondjuk tejtermeléshez kapcsolódó feldolgozók. Ugye 20 év ezelőtt azt lehetett hallani, hogy sorba zárjuk be, illetve nem is pontosan 20 évvel, a rendszerváltás után elkezdődött ez a folyamat, de igazából az Európai Uniós csatlakozás után fokozódott, amikor azért kaptunk pénzt, hogy vágjuk ki a teheneinket, amikor azért kapott pénzt a magyar vidék, hogy zárja be a cukorgyárakat, és azokat még ha lehet, akkor le is darálja, és ezáltal a magyar cukoripart is kiszolgáltatottá tették, amikor sorba zártak be a húsipari vállalatok, amikor sorba zártak be a tejipari vállalatok, sorba zártak be a konzervgyáraink, és ha megnézzük az élelmiszer diszkontoknak az élelmiszer kínálatát, akkor a külföldi tulajdonú élelmiszer diszkontoknak a jellemzően külföldi beszállítói vannak, és nem a magyar vidéki emberek számára ad lehetőséget a megélhetésre és a gyarapodásra, hanem egy kiszolgáltatott állapotot teremtett. A kormány célja a magyar mezőgazdaság és a gazdálkodók érdekeinek a védelme, ezt mondta Feldman Zsolt, a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Szerinte mindez veszélybe kerülne, ha megvalósulna az Európai Parlament terve, ami szerint a következő támogatási ciklusban az erre fordítható költségvetés 20%-kal csökkenne. A vidékfejlesztési program forrásai szűkülnének legjobban, hiszen a megszületett javaslat alapján
az a következő 7 évben 26%-kal érne kevesebbet, mint amit most fel tudunk használni, és ez bizony egy jóval kisebb tortaszelet, jóval kevesebb fejlesztés, jóval kevesebb forrás jutna a magyar vidék fejlesztésére. Viszont a terület alapú támogatások is csökkennének, amelyek értéküket tekintve 16%-kal lennének kevesebb, mint a mostani szint. Azt gondolom, hogy ez a mérték, ez mindenképpen azt támasztja alá, hogy ezért harcolni kell. 2 milliárd euróval csökkenne a Magyarország jutó összes agrárforrás ennek a javaslatnak az elfogadása esetén. Ez pedig jelentősen visszavetni azt a folyamatos fejlődést, amit a magyar mezőgazdaság 2010 óta elért. A forrás csökkentés mellett viszont a mostani tervek szerint nőne a bürokrácia, figyelmeztet az államtitkár. A szakképzési törvény januártól kancellári rendszerrel egészítette ki a szakképzési centrumok vezetését. Ez azt jelenti, hogy a szakmai döntések továbbra is a főigazgató kezében maradnak, de a kancellár egyfajta menedzserként kezeli az intézmény ügyeit. Ezzel a magyar szakképzés vezetése a felsőoktatás mintájára közelít a nagyvállalatok irányításához. A 10 középiskolát magába foglaló Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárjának Dömötör Csabát nevezték ki. A Szekszárdi Szakképzési Centrum költségvetése az idei évre már adott volt, amikor Dömötör Csaba hivatalba lépett, de úgy látja, hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetősége adott, sőt, megjelentek a költségvetésben már olyan beruházások is, amikre régóta égető szükség volt. Az idei évnek ez a része ez már biztosított. A következő időszakokra pedig hát nyilvánvalóan majd az már a következő évek költségvetése és annak a megteremtése, a forrás megteremtése az a következő évek feladata lesz. A kettős vezetésből adódóan maga a szervezeti rendnek a kialakítása az egy alapprioritás, és persze vannak ugye azok a látványos beruházások, felújítások, amiket meg kell tenni. Ezek pontosan egyike ugye itt az Adi iskolának a B-épületi rendbetétele. Ennek a munkálatai most már nem sokára elkezdődnek, most éppen még a műszaki egyeztetések zajlanak, hogy milyen technológiával tudjuk megvalósítani, de egyébként örömmel tudom mondani már, hogy a forrás itt van. A műszaki felmérések elindulnak, próbafúrások fognak közeljövőben már megvalósulni, és az egésznek a tervezése indul el. Hát abban sajnos nem lesz egy nagyon gyors változás, hogy ez mennyi idő alatt készül el, hiszen ha az alapmegerősítés megtörténik, akkor azt követően a statikai állapotnak megfelelően a rögzítést meg kell tenni, és ugye az épület mozgása, amikor megáll, majd csak utána lehet hozzányúlni a felszerkezethez és annak a felépítményéhez. A másik, ami nagyon izgalmas kérdés, a Hunyadi utcában ugye a vendéglátóiskolának az épülete az üresen áll már 3 éve, ugye ott volt egy nagy csőtörés. Ennek a forrása is a rendelkezésünkre áll, nagyon fontos. Ez egy állami magasépítési beruházásként fog megvalósulni. A beruházási ügynökséggel már a kapcsolatot felvettük, itt is elindult a tervezés, illetve pontosabban a tervek már teljes egészében készen állnak. A megvalósításhoz szükséges eljárásrendek kialakítása van folyamatban. Én nagyon bízom abban, hogy 2020-as tanévet már ott tudják kezdeni, vagy legalábbis, ha nem is teljes egészében szeptemberre, de azért a tanév során már el tudják foglalni majd az új helyüket a képzésben résztvevő gyerekek a vendéglátó iskola tekintetében is. Hát most ez a két legfontosabb dolog, és akkor persze emellett még vannak nagyon-nagyon priorizált és nagyon-nagyon fontos elképzelések és feladatok, mert ezek nem csak elképzelések, hanem feladatok is. Ugye a Modern Városok programnak van egy nagyon komoly szakképzésfejlesztési projekt része. Ennek a szakmai tartalmát gondoljuk most újra, itt a várossal együtt gondolkodva, a polgármesterről is egyeztetve már ebben a kérdésben. Ennek az újragondolása egy nagyon fontos feladat, hiszen nagyon fontos lenne, hogy ez mi hamarabb el tudjanak indulni ezek a projektek is. A másik pedig, ami nagyon fontos, ugye az itt a centrumban nagyon kiemelt szerepe kell, hogy legyen és van is a képzési oldalon, a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódóan és az atomerőmű működéséhez kapcsolódóan. Ebben az egyeztetések elkezdődtek. Most fogunk majd várhatóan egy olyan egyeztetési sorozatot elindítani, amiben már az érintett felek mindegyike részt vesz. Ugye korábban az egyeztetések már történtek, egyeztetések, még főigazgató úr egyeztetett a Paks 2 vezetőivel, illetve Süli miniszter úrral.
Ezeket kell most felújítani és végig gondolni azt, hogy pontosan mire van igény, és ezt a centrum hogyan tudja majd kiszolgálni. A szakképzés 4.0 stratégiát fogadta el a kormány nem is olyan nagyon régen. A szakképzés 4.0-nak az egyik alapvetése az, hogy a keresletvezérelt szakképzési rendszert kell kialakítani. Ennek a legfontosabb lépése az, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mire van igény a munkaerőpiacon, a cégek milyen igényt támasztanak velünk szembe, és ehhez kell hozzáigazítani a képzési struktúrát, a képzési palettát is. Ez részben egy szerkezetváltást is jelenthet, nyilván egy iskolai rendszerben azért ez annyira gyorsan nem megy. De a szerkezetváltásra fel kell készülni. Azt gondolom, hogy készülünk is rá, ehhez már jó pár céggel felvettük a kapcsolatot. Itt nem csak a Szekszárd és térségéről beszélünk természetesen, hanem teljes Tolna megyéről beszélünk teljes körűen. Ezért nyilvánvaló, hogy még mindenkihez nem tudtunk eljutni, és nem tudtam eljutni, de igyekszünk minél hamarabb eljutni mindenkihez. Tervezzük fórumoknak, a vállalkozói fórumoknak a létrehozását, illetve a megyei foglalkoztatási paktumnak részese a centrum, tagja a paktumnak. Ezen keresztül is indítani fogjuk a kapcsolatfelvételt. Ugye most ezek még azt gondolom, hogy nem mindegyike történt meg, amiről most beszélek, ezek a közeljövő feladatai lesznek, de hát mindenképpen a keresletvezéreltség az alap. Dömötör Csaba úgy látja, ha minden sikerül, pár év múlva egy teljesen megújított szakképzési centrum áll majd a gazdaság szolgálatában. Hogy egy olyan szakképzési centrumot kínálásunk, ami megújult, vagy legalábbis jelentős mértékben a tanműhelyei megújultak, kialakul egy olyan képzési szerkezet, ami az igényeket kiszolgálja, és amit folyamatosan tudunk változtatni. Ebben persze nem csak az iskolai rendszert kell érteni, hanem a felnőtt oktatásnak, felnőtt képzésnek a rendszerét is érteni kell rajta, és hát bízom abban, hogy ebben a rendszerben nagyon sok gyerek lesz, hiszen a családok, a fiatalok is megértik azt a hívószót, hogy a szakképzésnek igenis erős presztízse kell, hogy legyen, és szükség van a nagyon jól képzett szakemberekre, technikusokra, hiszen a technikus képzés az a mérnök képzésnek az előszobája, Isten igazából, ezért ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Hát én ezt gondolom, én ezt vizionálom, hogy nyáron mi múlvaig fogunk tartani. Székely emlékparkot avattak Kisdorogon. A településen három népcsoport tagjai élnek egymás hagyományainak tiszteletben tartásával és közös megünneplésével. A Székely emlékpark műtárgyainak elkészítésére egy helyi fafaragó, Ferenc István kapott felkérést, és a Bethlen Gábor alapítvány támogatásával jött létre. Nem megmondtam Bus Gerlicen, tisztette rakjú célére, mert az úton sokan járnak, a fészkedre rátalálnak. A Teveli Székely Kúdus volt a Kisdorogi Emlékpark avatás vendégfellépője. A völgységi településen évek óta tervezték a park létrehozását, amire a Bethlen Gábor Alapítvány pályázata adta meg a szükséges forrást. Kisdorog egyike azoknak a településeknek, ahol több népcsoport él egymás mellett, tisztelve egymás ünnepeit és értékeit. És teszik ezt oly módon, mely minta lehet bármely hasonló adottságokkal bíró település számára, mondta köszöntőjében Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója. Bár mindannyian tudjuk, a hagyományainkhoz való kötődést nem a szimbólumokban, nem külsőségekben kell megélnünk, hanem belül a szívünkben. Elsősorban folyamatos tanulással, vagy néha makacs ragaszkodással, emlékezéssel és emlékeztetéssel. De mindenek előtt szeretettel, örömökkel és minden esetben közösségben, így ahogy ma vagyunk. És ami a legfontosabb, együtt, egymást támogatva, a hagyományok megőrzéséhez igazából olyan helyszínekre van szükség, mint amelyek a 60-as évektől megfigyelhetőek már a Völgységben, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyében is, mindazokon a településeken, ahol bukovinai székelyek laknak. Most már ezek a székelykapuk, kopjafák, keresztek, faragott emlékművek, amelyek köztereken kaptak helyet, azt szimbolizálják, hogy ezeken a településeken a bukovinai székelyek immár otthon vannak. Nekünk kisdorogiaknak a legfontosabb ez a mai nap. Most már nagyjából
nagyjából egy éve, több mint egy éve készül ez a kis emlékhely. Korábban is, 1945 előtt is egy szakrális tér volt, jelzi ezt egy régi kereszt, úgyhogy egy ilyen kiemelkedő helyen kapott helyet, és lesz felszentelt föld ismét újabb tárgyegyüttesekkel Kisdorogon ez a kis térség, úgyhogy én azt hiszem, hogy minden évben Húsvét másnapján itt leszünk, és megemlékezünk erről. Az együttélés minőségét jelzi, hogy a Székelypark felszentelésének ünnepére a kisdorogi német kórus is meghívást kapott, jelezve mindaz, ami itt áll, mostantól közös érték. A helyi székelyek számára ez az emlékhely több szempontból is kiemelkedően fontos. A községben nem volt egy olyan székely emlékpart sem, kopjafa sem, semmi, amiről meg lehetett volna emlékezni akár a madifalvi veszedelemről, vagy bármilyen más évfordulóról. És akkor 2017-ben volt az első ötletünk, egy keresztet állítottunk ide a másik kereszt mellé, és utána Jakab Róbert ötletére elindult, hogy létesítsünk egy székelyparkot, és az önkormányzattól kaptunk egy területet, és a Bethlen Gábor alapítványnál pályáztunk, és így akkor sikerült ezt megvalósítani, és itt a faluban van egy fiatalember, Ferenc István, aki nagyon sok székelykaput faragott már, meg kutat, meg minden, ilyen emlékművet, kopjafát, és akkor ebből jött az ötlet, hogy mivel ő a falu szülöttje, akkor így ő vele készítetjük el a szoborparkba, amit terveztünk. Hát egyenlőre egy ilyen átjáró kis kapu készült, egy kopjafa, közben a Jakab Róbert is faragott egy kopjafát január 6-ára, és akkor két padot készítettünk, és a továbbiakban, még ha sikerül pályázni, akkor az öt székely falunak is még egy-egy kopjafát szeretnénk emlékül állítani. Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha, mondja az új kapuna felirat, figyelmeztetve a bukovinai székelyeket hagyományaik és hitük megélésének fontosságára. Számunkra minden egy ilyen átadás, emlék, oszlop legyen, székelykapu vagy bármi, mindig nagy ünnep, hiszen az őseinkre emlékeztet az, hogy végül is nem hiába, ugye most húsvétot ülünk, nem hiába járták a keresztutat, mert kivirágzott az a kincs, amit átmentettek számunkra. Fontos ez rész számunkra, főleg az, hogy át tudjuk adni, meg tudjuk mutatni a fiataljaink számára, és minden ilyen emlék, oszlop vagy székelykapu emlékeztessen mindenkit arra, hogy a székelység komoly hagyományokat őriz, amelyet mindig bízom benne hosszú éveken keresztül meg tud őrizni és át tud adni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!